Sziasztok! A mai napon folytatjuk a sorozatunkat, ahol is ugyebár nincsen semmi a világomban, és így kell túléjek. illetve megszerezni azokat a blokkokat, amik ebben a bizonyos szobában vannak, de hogyha nem láttad volna az első részt, akkor a jobb főső sarokban az íre kattintva mindenképpen pótolt be, hogy pontosan értsd azt, hogy mit miért csinálok. Ugye ezeket a blokkokat most már megszereztük, és eléggé jól állunk, azt nem tudom, aha, hát az összes rewardot kizettem a ládából, úgyhogy nem maradt semmi, viszont felfedeztem valami egészen elképesztőt az előző részben. És nem, nem az, hogy még egy csillagot le tudok szerválni, hanem azt, hogy vannak konkrétan ilyen nothingness block generátorok, törők, meg minden egyéb, és ezek elég érdekesnek tűnnek számomra, úgyhogy megpróbálom ezeket a mai videóban elkészíteni. Ugye nem olyan bonyolult a recept, blendorit brick block, ezt mondjuk nem tudom, hogy hogy lehet, bár, oh van is. Úgyhogy nagyon nem kell messzire mennem. De itt van a Blenderit Brick, és akkor abból tudok blokkot csinálni. Tehát ez nagyjából így ennyi. Reston kell hozzá még. Kettő csákány, ahogy láttam, az egyébként pont megoldható. És egy dropper, amit fogalmam sincs, hogy hogy kell elkészíteni, de nézzük meg. a oh, Csak simán Stone kell hozzá meg. Reston. Na már most, hát Stone az, nem nagyon van már. Van ilyen stone rockok. Nem tudom, hogy ebből... Aha, ebből 7 kijön, tehát lesz így 8. Ja, hát el kéne kezdenem, vagy inkább folytatni a blokkok kiütését. De most már az a baj, hogy érdekel ez a nothingness cucc. Tehát egy, egy droppert kell akkor csinálnom. Megvan. És itt is van a block breaker. Na nézzük, ez mire jó. Egész pontosan. Próbáljuk meg azt, hogy én lerakom ide a sarokba. Aha, hát ö, nem mondanám az, hogy bármit is csinálna. Hát ő tényleg nem csinál semmit, tehát hogy ö, egész meglepő a dolog. Fogalmam sincs, hogy hogyan kéne ennek működnie, de majd megpróbáljuk valahogy életre kelteni. Nem tudom még egyelőre, hogy ez hogyan lehetséges. Lehet, hogy kell hozzá mondjuk a másik cucc is, de egy próbát szerintem megért, hogy hát ha hasznos vagy valami, egyelőre nem tűnt annak. Viszont lehet, hogy megpróbálom a másikat is elkészíteni, viszont ahhoz még rengeteg minden kell, úgyhogy ö, én azt mondom, hogy egy ilyen hey itt ismét beiszok, ez most jelenleg az utolsó, ami van, és akkor egyrészt lépünk szintet is, másrészt pedig akkor meg lesznek a blokkok is. Ne dörrek ráksz, na! Jó, ez ennyire futotta, pont kettő szintet tudtam lépni. Soul Sand Piles. Jó, még ezt is fogok tudni majd szerezni. Na de, akkor most bekraftalom azokat a blokkokat, amiket kaptam. Ne dörrek. Aha, mozblock is jöhet. Jó, nagyjából most így vagyunk. Uh, meg 27 ilyen mix crop bag, ezt most szerintem nem nyitom ki. Na és amit el akartam készíteni, az ugye ez. Ehhez dispenser kell, ugyanezek a brickek, amit ebből talán tudok csinálni. Így is van, egy négy darab kell, reston kell, ez a blokk. Ja, meg hát a dispenser ugye. Amit így lehet elkészíteni, tehát még azt is bonyolítsuk egy picit. Itt az IAM, és kell még cobblestone. Aha, hát még kéne kettő, mert nem igazán van annyi. Aha, hát akkor ezt nem fogjuk tudni most megcsinálni, sajnos. Vagy ha Blackstone esetleg jó, amit úgy látok, hogy nem jó, pedig a Blackstone is ugyanolyan simakő. Na jó, hát akkor ezt majd később egy picit. Úgy látom, hogy el kellene kezdeni egyébként a növényeket is, egy picit termeszteni, mert uh, különben nem fogunk haladni ezekkel a challenge-ekkel sem. És Blue Eyes, na azt kell kraftolni. Mert hogy jegem ugye van? A, oh, csak simán jegekből. Oké, okay. az mondjuk nem túl nehéz. Sőt, van is tíz jegem. Nice, akkor ez megvan. Ja nem. Ice, pack dice, oh, na várjál. Pack hogy kell? Aha. Hú, hát akkor viszont elég sok kell ebből a jégből. Ez is még várat magára egy picit, de a folyamatot már elkezdjük. Akkor valahol az örökvíz körül lesznek szerintem a növények, hogy ne feltétlen kelljen egyébként külön erre vizes részt pazarolni, vagy áldozni, vagy semmi ilyesmi, és akkor egy kicsit elkezdünk itt gazdálkodni a dolgokkal. Jó, egyelőre szerintem egy ekkora rész így bőven elegendő. Ide valahova kell egy fákja, hogy ne hújanak ki a növények, mert ugye ezeknek elég sok fény kell, meg most megint este van, megint aludni kell, úgyhogy van ám -e probléma ezzel a mappal. Azt hittem egy picit egyszerűbb lesz. Ez se lenne baj, hogyha most már kiszáradna végleg. Próbálom nagyobbítani a területet, hát hogyha ez a baja, de egyébként nem tudom, hogy mi a baja. Vagy csak brutál hosszú idő, amíg ez kiszárad. Na jó, hát akkor ezeket most mind kinyitom. Aztán megnézzük, hogy mennyire lesz tele az inventorim. Hát nagyon, azt kell, hogy mondjam. Jó, csöpög azért, tehát hogy nincsen elveszve a dolog, csak egy picit. Hát ami biztos, hogy kelleni fog még láda. Tehát ez, ez bizony teljesen egyértelmű. És ez a még láda, ez lehet, hogy nem ez az egy lesz, mert ez szerintem kevés. De hogy ezeknek a növényféle cuccoknak itt akarok helyet adni. Mert most már tényleg érzem azt, hogy el van telítve az összes láda. És még az első részben mondtam, hogy el kéne kezdeni a szortírozni, ezt nem nagyon tettem meg. Úgyhogy most már azért szerintem itt az ideje. Mert különben tényleg nem fogok átlátni semmilyen ládát innentől kezdve. Ó, oh, vannak bónok is, úgyhogy szerintem elég gyorsan meg fogom tudni csinálni mondjuk a helyi bélt. És hát azt mondom, hogy egy fakapát durrantok, mert én mindig azt használom. Tehát, hogy kő, meg ilyenek, azok nem olyan túl fontosak szerintem, bőven elég egy fa. Ugyanazt tudja, lehet, hogy egy kicsit kevesebb ideig jó, de attól még szerintem ugyanúgy jó, megműködőképes. Na! Hogy gyorsan ezeket megneveztem. Oké, okay, meg is van akkor szerintem az első challenge, ami, ami itt kellett nekünk. És még így full random elültetem amúgy azokat a dolgokat, amik vannak még nekem. Egy kis répa, jöhet tök mag is. Igazából teljesen mindegy szerintem, hogy most hova mit ültetek. Dinnye is jöhet meg, hát lehet, hogy krumplit is kellett volna mondjuk így. És akkor nagyjából szerintem meg vagyunk ezzel. Most tényleg csak egy forrandom leültetgettem egy-két dolgot, tehát hogy semmi olyan konkrét elképzelés nincs ezzel kapcsolatban, csak hogy valami így megkezdődjön legalább, hogy meg legyen egy kis fény is, mert az a baj, hogy ez egy ilyen full sötét terep, csak így nem nagyon látszik. No de, hát akkor a helyi bél az jöhet is, meg lesz a challenge-em, let's go! 19 per 55 tárgy az, amit már megszereztünk. Még nem vagyunk a felénél se konkrétan. Nagyon durva. Na, de nézzük, mit hozott nekünk ez a helybél. Ó, oh, ó, oh, ez az! Kettő hészpoti. Hey nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Honey block. Azt hogyan fogom megcsinálni? Aha, tehát, hogy valahogy majd lesz ilyen honey Még egyelőre nem tudom hogyan. Jó, a haladás szerintem elég szép. Tehát, hogy azt kell mondjam, hogy tényleg, tényleg nagyon-nagyon jó a progress. De innen csak nehezedni fog minden bizonyjal. Meg aztán lassan az is fog érdekelni, hogy egyébként ott lent mi a bánat van. Tehát, hogy mik azok a blokkok, amik így szétnyílnak, vagy szerte ágaznak ott. Mert egyelőre még nincs róla elképzelésem, de majd lehet, hogy megnézem. Hamarosan, hogyha annyira fog idegesíteni. Viszont most van kettővel több ilyen hészpotim, hey meg egyébként még van valahol. Egy darab, hogyha jól emlékszem, bár lehet, hogy nem emlékszem jól. Aha, megittem az összeset. Oké. Okay. Na minden se baj, én azt mondom, hogy folytassuk tovább, haladjunk a blokkok kivitésével is, mert ugye ahogy több blokkot ütünk, úgy több mindenre is tehetünk szert. Tehát most eléggé be vagyunk korlátozva, na de, üssük akkor. Obsidian Rocks, jó! Jó, oké, okay. Netherite Scraps, na végre elérkeztünk oda is. Hú, így sötétbe, nagyon-nagyon rossz ezt ásni. Mert konkrétan semmit nem láttam már a végén, a blokkokból, vagy hát nem tudom mik ezek, mert ugye ez a semmi, tehát itt már elkezdtem mindent is ütni. Ö, viszont most már tényleg egy elég széles, vagy tágas területünk van, úgyhogy ö, én azt mondom, hogy, hogy tényleg kezdünk elég jó haladni. Ö, ugye a méz, az még mindig nem jöhet szóba, viszont nézzük azt, hogy mi igen. Obsidian 13 darab, az igen, oké, okay. ezt tudtam hogy ez egy kihívás, úgyhogy ez, ez nagyon jó. Én nem is tudtam, hogy ennyi obszidiánunk lesz, ilyen mix cuccat is tudunk craftolni, hát nyilván a mozblok, meg mindenféle olyan dolog, ami nem kell. Cobblestone amúgy nagyon kevés van, úgyhogy lehetséges, hogy én el fogok kezdeni egy cobblestone generátort, mert uh, konkrétan, konkrétan nincsen cobblestone-om. Tehát egy egyszerűen, egyszerűen szinte lehetetlen bizonyos dolgokat megcsinálni anélkül. 58 miscrop Úristen, ha, azt szerintem csak egy simán lerakom ide, tehát azt kétlem, hogy kinyitom. És egyre több ilyen fekete cucc megjelenik, és úgy látom, hogy ez az a gravel, amit ugye kapok, meg ki is tudok ütni. Nem tudom, hogy annak van-e bármi jelentősége most, hogy én pluszba elmenjek ezeket kiszedegetni, mert szerintem semmi szükségem nincs rá, mármint, hogy annál több szükségem nincs, amennyit kapok. Egyelőre így látom. Jó, hát a gravelt is, meg minden olyan soul send. Hoppá, az mondjuk nem kellett. Jó, szerintem blokkok tekintetében most ö, elég jól meg vagyunk. Ezeknek a csánkoknak, a rokkoknak, meg nem tudom miknek, ö, pillanatokon belül csinálok szerintem egy külön ládát, és akkor azokat is egy, egy külön helyen fogjuk tárolni, mert egyszerűen az a helyzet, hogy ö, nem, tehát nem lehet elférni tőlük. Úgyhogy én a csánkokat ide fölülre fogom tenni, aztán meglátjuk, hogy ez ö, hosszú távon mondjuk mennyire jó ötlet, én jelenleg annak tartom. Szóval minden chunk és rock ide bejön, kivéve egyébként az ice cube, mert azt próbálom egy helyen tartani. Vagy lehet az is még, hogy az ilyen challenge részeket is ide berakok, vagy nem tudom, egyelőre maradjunk ezeknél. Minden ilyen kis apró cuccot belerakok. És így egyébként rengeteg hely felszabadult, de tényleg. Konkrétan az összes blokkomat majdnem be tudnám rakni egy helyre. <laughs> Csak emiatt. Ez, ez mondjuk kedves. <laughs> Jó, ezt egyelőre így hagyom. Szépen átmegyek a szobába. Ugye megcsináltam plusz egy küldit. Hát, ja, ezek mondjuk most nem voltak olyan túl jó cuccok, nem baj. TNT. Hmm. Szerintem egyébként, hogyha nagyon szeretném, akkor talán TNT-t is tudnék csinálni. Ja nem, mert nincsen gunpowder -öm. Aha. Itt jön a képbe az, hogy kellene egy, egy mob farm. Tulajdonképpen. Na igen, az mondjuk egy érdekesebb része lesz ennek az egész ö, dolognak, de nem baj, majd megpróbáljuk, vagy nem tudom. Mert ez a mobfarmos dolog, ez úgy van, hogy ha nem ezen a nothingness blokkon vagy, hanem mondjuk lepakolsz földet, vagy bármi más blokkot, akkor azon már tudnak spawnolni a mobok. Ezen a nothingness blokkon viszont nem. Éppen ezért ugye hiába nincsen kivilágítva itt nekem semmi, ugyanúgy nem spónolnak a mobok. Tehát a semmi ugye nem tudnak. Viszont tényleg az, hogyha én meglépem ezt a, a, dolgot, hogy akkor kialakítok nekik egy kis szobát, vagy valamilyen farmszerűséget, akkor már megjelenhetnek a creeper is, ugye? És akkor onnantól kezdve igazából már nem lenne gond se a gunpowder se semmivel. Hm. Ezt még átgondolom, hogy hogyan lehetne itt a legjobban megcsinálni, mert szerintem azért nem olyan egyszerű, mint ahogy én azt elképzelem, de mindegy. Aha, amúgy kell Crying Obsidian is, úgyhogy azt hiszem azt is tudok csinálni. Igen, mert emlékeztem, hogy valahogy nekem kiadta ezt. Ah, csak nincs annyi, még egy ilyen obszidiánra kéne, nem már. Én úgy gondolom, hogy lesz itt még egy láda, és ezt az 58 at én mégiscsak kinyitom. Kíváncsiságból hát, hogyha dob tököt, vagy bármi hasonló, csak úgy, és akkor nem kell növezgetni meg semmi. De kétlem, viszont azért megnézem. Kíváncsiságból nyilván. Aha, elég sok mindent ad egyébként. Tehát, hogy konkrétan nekem nem is kéne nem a dolgokat, mert van itt mondjuk 29 répa, meg 18 krumpli, tehát hogy ezekből azért jól el lehetne érdegélni, és még mindig nem fogyott semmi a kajacsíkomból, tehát hogy ez, ez nekem egy kicsit fura, pedig egyébként 3-on van a difficulty ráadásul, és nem is tudom ezt állítani. Ja, amúgy most jöttem rá, hogy van távcsövem, és várjál csak, a sima emerald. Lehetséges? Aha, az ott fullosan sima emerald. Az mondjuk gyönyörű. Jó, ez a tápcső az jó lesz még később. Egyébként ezt talán most már le tudjuk craftolni, bár mondjuk elég kevés store van, bár itt van cobblestone, úgyhogy valószínűleg ez most már megoldható. Ugye kell egy dispenser, az már megvan, és akkor ez a mixed minder a gravel, abból is kéne legyen. Ja nem, mert most tötöttem ki az összeset. Ó, oh, de nem baj, itt még van ilyen, úgyhogy szerintem lesz pont annyi, talán négy kell, talán kettő, kettő kellett hozzá, oké. Okay. Na itt van, nothingness block fabricator. Ez mit tud? Hát, Aha, aha, aha! Itt csinált egy nothingness blokkot maga előtt. Oké, okay. és ha lerakom azt a másikat, de várjál, lehet, hogy így fog értelmet nyerni a dolog. Így, akkor ez ki fogja törni? Vagy mi kell, hogy ez kitörje egyébként? Na jó, akkor ezt kiütöm, és ha visszarakja, akkor nem töri ki. Vagy lehet, hogy ehhez kell resztónjel. Nem, nem kell resztónjel hozzá. Mi kell hozzá akkor? Hogy az ki legyen ütve, tehát, hogy nem értem egyszerűen. Nem üti ki. Pedig ez a breaker, ez meg a kreátor. Tehát a kreátor az megcsinálja a breaker, nem csinálja meg a dolgát. Nem értem. Pedig ennek valahogy így kéne működni. Na mindegy, ö, ezt majd megpróbáljuk megfejteni később. Egyelőre nincsen túl sok ötletem, hogy ez minek köszönhető, hogy ez így nem nagyon működik. De nem baj, majd a következő részben szerintem megoldjuk. Ugyanis, srácok, ennek a mai résznek itt van vége. Remélem, hogy tetszett nektek, hogyha így van, jelezzétek egy like ne felejtsétek el feliratkozni, és írjátok le kommentben, hogy várjátok-e a következő részt. Találkozunk legközelebb, lehetek jók, sziasztok!